A 2017-es elektronikus hírközlési törvény módosítása óta van szükség a feltöltőkártyás előfizetők adategyeztetésére. Utóbbiak személyazonosságát évente kell a szolgáltatóknak ellenőrizniük, legalábbis azoknak, akik hanghívásra képes feltöltőkártyával rendelkeznek. A SIM-kártya lehet ugyanis riasztóban vagy modemben is. A kötelezettség több százezer embert érint, akiknek fontos észben tartaniuk a személyenként változó határidőt. Nagyon fontos, hogy az adategyeztetést minden évben el kell végezni, és ennek a határideje minden évben a szerződéskötésnek az évfordulója. Tehát független attól, hogy az előző évben pontosan mikor került sor az előző évi adategyeztetésre, itt kérjük az ügyfeleket, hogy a szerződésben foglalt határidőt, szerződésnek az évfordulóját vegyék figyelembe, és ez alapján történjen meg az adategyeztetés. De természetesen az ügyfeleinket nem hagyjuk ebben magukra, 60 nappal megelőzően elkezdjük SMS-ben értesíteni az összes érintett ügyfelünket. Az adategyeztetés személyesen, online és a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is el lehet végezni. Az üzleti ügyfeleknek azonban mindenképpen be kell menniük szolgáltatójuk üzletébe igazolni személyes adataikat. A kötelezettségre egyébként az ügyfelek védelmében a visszaélések visszaszorítása érdekében van szükség. Azok, akik elmulasztják következményekkel, de legalábbis plusz teendőkkel számolhatnak. Ha valakinek nem történt meg az adategyeztetés a szerződés évfordulójának a napjáig, akkor lekapcsolásra kerül ez a szám, és az ezt követő 6 hónapban lehet díjmentesen visszaigényelni ugyanezt a hívószámot, tehát 6 hónapig és díjmentesen, viszont itt annyi pici extra adminisztráció van, hogy magát a SIM-kártyát ilyenkor be kell mutatni, tehát hogy fizikailag rendelkezni kell a SIM-kártyával, meg kell mutatni, hogy ezzel rendelkezik az ügyfél, és akkor megtörténhet a számnak a visszakapcsolása, illetve a visszaigényelt számmal annak a SIM-kártyának a visszakapcsolása. A Telenornál azt tapasztalják, hogy a legtöbb ügyfél már hozzászokott az éves kötelezettséghez, így elenyésző hányaduk az, aki ezt elmulasztja. Idehaza amúgy több mint 10,5 millió adatforgalmat bonyolító SIM-kártya volt a tavalyi év végén, ebből közel 3,5 millió volt prepaid, vagyis feltöltőkártyás SIM.